A következőben arról fogunk beszélgetni, hogy nemrég az ENSZ közgyűlés megszavazta az 1995-ös szrebrenicai népirtás nemzetközi emléknapját, amit minden évben július 11-én fognak tartani. Erről fogunk beszélgetni az ATV tudósítójával, Skype kapcsolaton keresztül. Vujis Trütkó van itt velünk, szervusz, jó reggelt kívánok! Ugye 8372-en haltak meg azon a július 11-i napon, és mi ugye tegnap beszéltünk telefonon ennek az interjúnak a kapcsán, és akkor mondtad nekem, hogy még a mai napig is találnak, ha nem is holttesteket, de emberi maradványokat az áldozatok közül. Mit tudunk arról a napról pontosan, hogy hogy történhetett meg ennek a majd 8400 embernek a halála? A 8372-es szám egy becsült szám, és 11-én, tehát a mai napon 29 évvel ezelőtt kezdődött a népirtás, és nagyjából egy héten keresztül tartott. Tehát ebben a periódusban halt meg ennyi ember, vagy tűnt el úgy, hogy a mai napig nem tudjuk, hogy mi lett velük. Valóban jól fogalmaztál, minden évben tartanak temetést, most is fognak temetést tartani. Ilyenkor zöld koporsókban emberi maradványokat hantolnak el a Szrebrenicától néhány kilométerre lévő Potocsári emlékhelyen, ahol ott szerepel ez a bizonyos 8372-es szám, és nagyon sok zöld koporsó csak egy új percet rejt, vagy egy bőrfoszlányt rejt, vagy az emberi maradványnak egy pici részét rejti, mert hogy a mai napig találnak holttesteket. Akkor, amikor betörtek a támadók, és július 11-én elfoglalták a várost, akkor nagyon sokan menekültek a Potocsári akkumulátorgyárnak az udvarára. A nőket és a gyermekeket buszokkal elszállították. Az azóta már háborús bűncselekmények, háborús bűnök miatt életfogytiglani bűnökre ítélt, nagyon sokáig bujkáló Rátko Mládics tábornok egyrészt bement a Potocsári akkumulátorgyárnak az udvarára, csokoládét osztott, megpaskolta egy kisfiúnak az arcát, majd felszállt minden egyes buszra, és mindig ugyanazt a mondatot elmondta: Rátko Mládics tábornok vagyok, gondolom ismernek, és nem láttak még, most elszállítjuk önöket biztonságos helyre. Minden buszon elmondta, és ezt videóra is vették. Asszonyokat és a gyermekeket elszállították, a férfiak közben a környező hegyekben, az erdőkben próbáltak meg kitörni, menekülni, és az azt követő hét napon keresztül volt, amikor vegyi fegyverrel lőtték őket, volt, akik belemenekültek épületekbe, kézigránátokat dobtak rájuk, voltak, akiket belelőttek az árokba, tehát klasszikusan népirtás történt. Amiközben ezt mondtad, láthattuk a saját képeiden is többek között ezeket a zöld koporsókat, és ugye aki téged nem ismer, talán nem evidens, hogy miért kapcsolunk Amerikába ennek az ügynek kapcsán, de azért rólad lehet tudni, hogy te voltál az első, aki kifejezetten azzal az üggyel foglalkozol, hogy minél többen a magyar lakosság közül is megismerjék azt, ami ott történt, és szerveztél is utakat ennek érdekében. Ezt viszont Magyarország, mint mindenkori magyar kormány nem tette még meg. Ezt jól tudom, ugye? Nem voltak ott az áldozatok emlékművénél mindenkori magyar kormány tisztviselők. Szervezett formában nem voltak ott, tehát 2003 óta tartanak azok a nagy megemlékezések, ugye Bosznia-Hercegovinában most nemzeti gyásznap van. Nagyon-nagyon sok ország leróta a kegyeletét, és én, mivel ez egykor egy államalakulatba tartoztunk a történelemben, hiszen az osztrák-magyar monarchiához tartozott Szrebrenica és a boszniai Vilájet, illetve ez a rész. Én nagyon sokszor gondoltam arra, hogy a Szegedtől alig 4,5 órányi autóútra lévő helyre el kellene mennie minél több magyarnak. Én ezt most nem mondom, hogy kormánynak, nem kormánynak, de nyilván akár hivatalos tisztségviselőknek is fejet hajtaniuk. Ezért szerveztem oda emlékező utat, ezért vittem oda magyar egyetemistákat, felvidékieket. Összesen több mint tucatszor jártam Szrebrenicában, amikor kétszer is voltam ott. Egyszerűen azért, mert bár az áldozatok nem az én nemzettársaim, nem is egy valláshoz valók vagyunk, de nekem Szrebrenica gyakorlatilag a saját öntudatomnak, vagy a saját életemnek a része. Nagyon fontosnak tartom azt, igen, hogy megismerjék az emberek, hogy akkor is ott mi történt. Én ezt egyetlen mondatban úgy tudnám mondani, hogy egyetlen anya sem
azért szülte a gyermekét, hogy aztán a sírja felett zokogjon. Most akkor... sok tízezren vannak ott, és az emlékoszlopok előtt emlékeznek azokra, akik abban a hétben vesztették az életüket. És ha már éppen az anyákról beszéltél, ugye volt pár ország, amely ezt az ENSZ közgyűlési döntést nem támogatta, például Kína, Oroszország és Magyarország sem, és éppen a szrebrenicai anyák reagáltak nagyon szimbolikus módon erre, hogy Magyarország nem szavazta meg ezt a döntést. Hogyan reagáltak őt, és mit szóltak a helybeliek ehhez? Nem csak Magyarország felé reagáltak, hanem azon országok felé, akik ezt nem szavazták meg. Ugye az ENSZ közgyűlésének Németország, Ruanda és Bosznia-Hercegovina nyújtotta be közösen azt a javaslatot, amely szerint július 11-e, tehát a mai nap, mostantól fogva legyen a szrebrenicai népirtásnak az emléknapja, az USA támogatásával tette meg ezt a három ország. És több ország, többek között Észak-Korea, Nicaragua, Kína, Oroszország és több másik is nem fogadta ezt el. Tehát 84-en szavaztak igennel, 19-en nemmel, 68-an tartózkodtak, és 22-en egyáltalán nem szavaztak. A Szrebrenicai Anyák Egyesülete, mely Bosznia-Hercegovina egyik legismertebb szervezete, egy szégyenfát kívánt felállítani a potocsári emlékhelyen, rávésve azoknak az országoknak a neveit, akik nem szavazták meg ezt az előterjesztést, illetve ettől függetlenül is történtek olyan incidensek, hogy például a szarajevói magyar nagykövetségre, és például a tartózkodó szlovák nagykövetségre egy feliratot festettek, a felirat egy szám volt, 8372, tehát azon áldozatoknak a száma, akik akkor ott abban a hétben, mai naptól kezdődően egy hétben, ugye, július 11-e és 19-e között vesztették az életüket. Szóval ez a boszniai szerb entitásban ilyen Magyarország kiállása a szerbek mellett, ez volt az egyik olvasata. A föderációban, tehát a bosnyák-horvát föderációban ellenérzéseket váltott ki, pontosan ugyanolyan megosztás mellett, mint ahogy az ország is megosztott. Vujis Csütkó, köszönjük szépen, és a képeket is, amiket küldtél. Szép napot! Köszönöm, hogy beszélhettem erről.